Vendégem Csendes Tibor matematikus, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézet egyetemi tanára volt, aki március 15-én a Magyar Érdemrend lovak keresztjét vehette át. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmester Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Beslin Anita. Ezt a beszélgetést éjjel 1 órakor a hírek után ismét meghallgathatják. Rádió hírműsora. Rosszóra, jó estét! Unika, a Kossuth Rádió hírműsora. Rosszóra, jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok, főbb híreink először röviden. 8 szektorból 800 ezer milliárd forintra számít a kormány, bevezetik az extra profit adót. Átadták a magyar kormány támogatásával felújított Szent Anna kápolnát Beszterce bányán. Napos meleg idő lesz holnap, a Dunántúlon lehet elszórtan záporzivatar. Mondom a részleteket. A mostani helyzetben nem csak az ország biztonságát, de a gazdaságát is meg kell védeni, jelentette ki a kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a nagyvállalatokra kivetett extra profit különadó a rezsicsökkentés megvédését és a honvédelem megerősítését szolgálja. Ezekből a kormány összesen több mint 800 milliárd forint bevétellel számol. A